Na, megküldjük. Yeah! Sziasztok! A Well Hello-val bevettük a Balaton északi partját, hiszen a zenekar a Road Movie keretein belül egy dalt is írt erről az egész régióról. Úgyhogy most együtt fogjuk felfedezni a legjobb helyeket. Megvagytok, Tomi? Gyertek! Hát, hogy esküvírom, boboznom kéne minden reggel. Nagyon jó, hogy vadászgépbe ülnénk, nem amikor is spirál mentünk rá. Ja. Ne egy kis mászás, magasságot bírod? Csúszunk egyet egy drótkötélpályán. Nem már jobban bírom, mint régen. Egyen már jobban. Fölviszünk a hátunkon, gyere, di. Mászunk. Menjünk, toljuk. Na, hát most ugye itt Füstfön vagyunk, mondhatjuk azt, hogy innen indul az északi part, és szerintem itt van egy ilyen torony, mászott, hogy menjünk föl. Menjünk föl, és akkor belátjuk az egész területet, amit majd bejárunk. Jó a panoráma, és utána meg szépen végigjárjuk, elindulunk. Menjünk. Badacsony felé, jó? Nézzük, oda könnyen belementél, Tomi? Miért nem mondtam egy sima nemet? Miért nem mondtam egy sima nemet? Hogy már fogok valamit? De még készüljünk fel. Még semmit. Jó tettem fel? Na! Jó lesz, gyere Tomi! Ó, meg! Meg! Zárd össze a lábad, nyújts ki előre! Yeah! Még sok minden maradt úgy, ahogy jó volt. Ez teljesen olyan, igen. Hát itt megállt az idő, és ebben ez a jó. Igen. Ez a romantikája egyébként, én ezt nagyon szeretem. Én is. Feelinget. És miért pont Balaton-Almádiból indulunk most vonattal? Hát sok minden indult innen, például itt ismertük meg egymást a Diazzal még 2005-ben. Úgyhogy... A híres nevezetes AC táborban, ami egy ilyen hip-hop tábor volt, tehát a kanibálok csinálták. Animal Cannibals? Így van, igen. És az volt, hogy én úgy volt, hogy egy napra jövök le, de aztán annyira jól éreztem magam, meg megtetszett az egész, hogy hát még akartam volna maradni, és a Tomi volt olyan kedves, hogy befogadott a faházba. Igen, igen, csak igen, aztán ki is zártál a faházból, aztán eltűntél valami szőke lányjal, és... Volt egy kis csajozás, és aztán bezártam. Nem az volt, hogy akkor köszi Tomi, hogy itt pecózhatok a faházban, hanem még ki is zár, érted? A megismerkedésünk után fél órán a csávó. De egyből barátság lett köztetek? Nem, egyébként nem mondanám. Nem, meg most pont... Most sincs. Ezután! Hát ezután nem barátunk. Igen, azért nem beszéltünk utána nem, még jó pár évig. Hogy ne találkozzunk, mert akkor megint bejön a faházamba, inkább más vele buliztam. Egyébként meg maga az, hogy így jössz a vonatról, leszállsz, és akkor na, mi fog történni? Balatonban mindig van egy ilyen érzésed, egy ilyen kis nem tudom, kis zsizsgés, ja, tudod, ja, hogy úgy olyan annyira adja magát, hogy akkor itt majd biztos történik valamikor valami elcsattan egy csók, vagy egy felejthetetlen buli. Reméljük, ma is ez lesz, Laci. Otthonos, adom. Abszolút. Figyelj, milyen jó az asztal. Az gyerekkorunkban nem ilyen volt USB töltő. Annak idején, amikor lejöttünk egy stúdióval,
amit felvittünk a vonatra, vagy hangszer, mikrofon, akkor nem, még nem ilyen vonattal mentünk. Igen, mert egyébként amikor születtek az első Valhalla dalok, akkor eltároztuk, hogy lejövünk a Balatonra kis alkotói táborba, de egyikünknek sem volt jogsia, és akkor hát mi maradt? Vonat, de hogy kellett vinni a cuccokat? Billentyűzet, mikrofon, állvány, keverő, minden, és konkrétan így berendeztük a kis kabint a vonaton. De képzeld el, ahogy mentünk a vonat felé, és tudod, nekem itt a szinti a kezemben, Tomi mikrofon, állvány, másik hangkártya, minden. Hát meg az, hogy azt, ugye lemeg fölfele menet, hogy még felérj, meg leérj, úgyhogy minden cuccot persze, el tudsz vinni. De akkor bőrön, erősítő, igen, minden. Minden. Szerintem nagyon viccesen nézhettünk el, hogy arról nem csináltunk videót. De ja. Szóval, hogy ez is egy tök jó kötődés, hogy lenlógtunk a Balatonon, lejöttünk több alkalommal, és akkor az első Valhalla dalok itt születtek meg, például az Apuved meg is, de még a sokszor... Késő már... Igen, elég sok. Volt, aminek már a zenéje itt elkezdődött, a Rakpart például, úgyhogy azért jelentős dalokat köszönhetünk a Balatonnak. Ugye 13-ban, amikor a Képkockák című dalnak az alapját elkértem, mert még valamikor elküldte, és mondom, tök jó ez a zene, figyelj már, hogy jó ez a vokális rajta, mondd meg ennek a haverodnak, hogy igen, énekeljen igen. Már rá, aztán igen, kiderült, hogy a Laci az haverja. Mondtam, hogy hát szólok a havernak, de az én vagyok. Mert tudod, így nem reklámoztam, hogy volt már egy Hősök dal, amiben így belevokálozgattam, és akkor így elgondolkodtam rajta, hogy én amúgy tök szeretnék megtanulni énekelni, vagy képezni magamat, és akkor így elkezdtem tanárhoz járni, és aztán a Tomi utána már amelyik számot hozta a Képkockák után, mindig mondta, hogy figyelj, azért tök jó lenne, ha még... Nem akarszom is nyomni egy refrént, olyan jó volt a múltkor is, és így szépen így rávezettem, tehát úgy, hogy utána, nem tudom, a negyedik számot csináltuk 3 hónap alatt, és már hogy hirtelen kezdett alap lenni, hogy muszáj, hogy a Laci benne legyen, mert csak úgy jó. És akkor végén onnan már annyira adta magát, hogy akkor miért nem csinálnak egy csapatot, ha ennyire jól dolgozunk együtt. És hát igen, itt a végét már ismerjük a történetet. Így alakult a Valhalla, tehát akkor Balatonon találkoztatok először hip-hop táborban, igen. És utána itt készültek az első igazán komoly slágerek. Így van. Tehát mindig ide jövünk le inspirálódni, mert azért elég jó, hogy kiveszem mondjuk egy nyaralót, és azért le tudsz ide sétálni, akár Füledre, vagy nem tudom, Tihanyban. Gyerekkori emléketek is van a Balatonról? Például vonattal ti mentetek a Balatonra? Nem, a nagymamámnak volt, jobban mondva a dédmamámnak volt egy kisebb nyaralója, ahova anyukám még mindig lehoztak, és akkor a dédmamánál töltöttem általában 1-2 hetet. Székesfehérváron? Hát te fél óra alatt a Balcsin voltál. Ja, hát elég gyorsan, sőt olyannyira, hogy mi rengetegszer bringáztunk le a Balatonra. Hát annak is megvolt a hangulata. Sőt, egyszer körbe is akartuk bringázni, hát... Ez vagyok nem sikerült. 20 éve körbe akarom bringázni. Az akartuk, igen, már vagyunk egyben. De az egy jó, de ti bringázzátok körbe, mert ez nagyon jó. Jó, meg hozzáteszem, hogy azért akkoriban még nem volt ennyi biciklis út, tehát sokkal jobban figyelned kellett azért, hogy hol merre mit csinálsz, meg hol a kártyú. Szerintem most már nagyon könnyű. Tehát most már azt hiszem, hogy talán körbe van végig. Szerintem igen. Szerintem ez tényleg egy nagy élmény. Tehát ez 3 nap alatt megcsinálod gyerekekkel, akár nagyobb gyerekekkel, és ez egy tökéletes családi program, vagy egy ilyen nagyon szép párkapcsolatépítő. Igen. Nem, amúgy tényleg jó. Meg az, én most azon gondolkodtam, hogyha tudok, lejövök hetekre is, hogy bejárjam úgy bringával, hogy mindenhol egy napot vagyok, vagy hogy egy picit jobban, mert pont most például, amikor forgattuk a klipet, mondom, mi Tihany sajkolt, hogy ilyen van. Miért nem szólt senki? Tehát ez volt az érzésem. Nem tudtad? Nem, hogy hát mondom, Tihany apátság, oké, kész. De hogy ott a sajkodi rész, ami kb. Ilyen mini Szicília volt nekem. Így, hát oda felsétáltuk. Oda fel, ez a túra. És az volt az érzésem, hogy miért nem szólt senki, hogy ez van, hogy úgy nem kellett volna erről tudnom. Mert a jártatok, megmutatjátok azt? Aha, fél nagyon jó túra rész. Lent voltam sajkodon, de a fönti rész nem ismered. Na, ez a fenti rész kicsit túrás, de jó. És na, mindent látsz. Külső tó, belső tó, ott a kilátó, minden. Innen már jó a kilátás. Igen, ott a háttérben megy egy vonat. Ezeknél az a jó, azt szeretem ezeknél az északi parti ilyen domboknál, vagy ez már hegy? Ez hegy talán. Hát ez a, igen. Hogy körbe látunk mindent, ugye? Balatont aha, és aha. Balaton felvidéket. Óriás panoráma. Igen. Igen. És ez jól néz ki. Nem?
Kis terepasztal, igen. Ugye sárkányrepülővel kéne most nekiszaladnunk. Az így nagy flash lenne. Átszelni a az, dombokat. Az egy szép fordulat lenne. Na nézd, micsoda kilátás van, ez gyönyörű. Elég jó, igen, ott a völgyhíd, mindent látni innen. Itt körbe lehet nézni, és ott van az a kilátó, azt használtátok a klipben? Azt nem használtuk, viszont nagyon jó. Én azt hittem, hogy azért jöttünk ide, mert hogy itt is volt egy helyszín. Itt is volt, csak ott a másik oldalon. Ja, mert sorba jönnek a domtetők, aha, a kilátók? Aha, itt a kis domtetőkön, ott a sziklákon elődögeltünk. Viszont tényleg zseniális, belső tó, külső tó, apácsak, minden. Menjünk fel, nézzük meg onnan is, hogy a körpanorámát megmutatjátok. Aha, meg? aha. Ez elég komoly, ne? Az, ja. Mennyire ott kezdődik a Balaton, és tu oda. Igen, igen. Így át lehetne vágni, nem? Ezt ja, nem? Hogy tényleg egy pici része csak. Innen az egész mai túránk látszik, nem? Tehát ott kezdtük. Tényleg. Ugye? Látod ott a boppáját? De Almádi megvan. Az a Tihanyi apátság. Aztán megyünk tovább, mi Badacsony fele. Én nem nagyon jól látszik a Badacsonyi hegység. Ez milyen jó. Ez tényleg olyan különleges, főleg naplementében baromi jól néz ki. Badacsonyhoz mi köt titeket? Az égvilágon semmi. Ez egy jó kis túra ide felérni. Igen, pláne ebben az időben, de megéri. Ja. Azért ez ilyen óriás szabadságflás. Hát, ez nagyon, kis... ez abszolút. De itt nekem nagyon tetszik amúgy a növényzet is, hogy kicsit ilyen mediterránok. Ja, amúgy van, igen, nem, igen, nem, igen. Nem tudom, ez milyen fenyő. Ez itt olasz borvidék terül el alatt. Hát azt igen, az olyan, ez kicsit ilyen Horvátországra, ahogy a Laci mondta, ugye? Meg ugye a sziklák miatt, ja. Hát ez a magyar tenger, hát azért ilyen tengerparti a hangulat. A Bárhová című dalnak miért pont a Balaton lett a helyszíne? Ja, ezek szerint lehetett volna bárhová. Lehetett volna bármi. Nem, ennek oka van, biztos nem, oka van. Egyébként ez ilyen régi történet, hozzáteszem, nem egy lányról szól, hanem inkább magáról, arról az érzésről, amikor van egy új szerelem, meg tehát azt a párhuzamot próbáltam megmutatni, mint amikor meglátsz egy új helyet, és odaérsz, és egy kicsit a szerelem is mindig ilyen, hogy ez az izgalom, amikor nem is tudod, hogy hova mész, hogy mi a ti utatok, hogy meddig juttok el majd, hogy hol a vége, de ameddig ott vagy, addig csak arra fókuszálsz, és azt abból akarsz minden részletet magadénak érezni, és magadévá tenni. És egyébként én ezt, nekem volt is ilyen élményem, hogy lányjal játszottuk ezt, hogy első vonattal vasútállomás, és akkor oké, mit ír? Induló, és boom, és egyébként ez pont volt ilyen balatoni élmény is, hogy néha az dobta a gép, hogy a Balaton volt a bárhová. Mert hát azért a Balaton egy olyan szempontból is szerencsés hely, hogy itt tényleg bárhova mész, azért nagy eséllyel szép helyeket fogsz látni. Már ha más miatt, nem a tó miatt legalább. Hát igen, vagy lehet bulizni, és a Balaton az a bulizást is jelenti nektek? Hát azért jártunk ide bulizni, meg tényleg, ahogy az előbb itt említettük néhány helyről, hogy azért most már rengeteg koncertélményünk is fűz a Balatonhoz, fesztiválok, tehát hogy tényleg vannak már óriási élményeink. Mi az, amit a szövegbe még bele akartál szólni a romantikán kívül? Mi került bele? Alapvetően én azért sokszor beszélek dalokban erről a vágyról, ami nagyon bennem van. Én tipikusan olyan csáv vagyok, hogy nem bírok a seggemen maradni. Nekem menni kell, tényleg bárhová, csak induljunk el, legyünk valahol, ahol legalább ilyeneket látni, mint itt.
De szerintem ennek van egy olyan jelentése is, hogyha nem indulsz el, akkor nem tudod, hogy mit fedezhetnél fel, és miről maradsz le. Szerintem a Balaton valahogy talán pont a nyaralás miatt is, az sok mindenkinek a szabadsággal is párosul. Tehát valahogy az ember sokkal többet van akkor a Balatonon, amikor nincs dolga. Vagy legalábbis dolgoznia nem kell, vagy ezért ti másképp vagytok? Nem, azt mondja, nekem szerintem gyerekkorom óta, vagy ilyen tini, sőt ilyen kamaszodó korom óta van a Balatonnak egy ilyen jelentése, mint hogy ezek az ilyen félénk tábori csókok, az a kis ilyen, tényleg ilyen szikra. Ezek a kezdetek? Aha, olyan kis remény, hogy na, az izgalom, na mi fog még történni, menjünk utána, nézzük meg, és az ember jön, és így habzsolja az egészet, és akarom, még, na, oké, akkor mi lesz Badacsonyban, akkor mi lesz ott, és így. Mindig van egy jó sztori, meg tényleg mindig valahogy úgy alakulnak a szálak, szerintem a Balatonon valahogy az emberek a szerelemre is nyitottabbak. Tovább is mehetünk Badacsonyba, ott az úti cél, oda fogunk menni. A finom borokat szeretitek? Jó borokat? Meglehetősen. Egy jó rozéra én rá tudnék nézni, kis fröccsre. Hát akkor erre most lesz lehetőséged. Ó, hát ez micsoda tér, nem? Azért ezek nem azok a picike boros hordók. Szia! Szevasz! Hello! Ezek nagyon nőttek itt a hordók, nem? Nagyon. Mert igen, egyébként. Méretre, hogy hány palac jön ki belőle? Hány liter? Hát ez mondjuk egy ilyen 12 000 palac. Hú, Tomi, jó lesz elég? Otthonra kéne egy ilyen. Egy hétvégig ellenék vele. De ez gyönyörű ez a borászat. Most hol vagyunk pontosan? Ez a lapos, hát ez a birtoknak melyik része? A borászata. Ez a borászat. Igen. Ez maga a tartálytér, itt történik az erjesztés, meg a tárolása a boroknak. A hagyományos bor Badacsonyban a fehér bor. Így van. Vagy az egész balatoni térségben inkább a fehér? Hát ugye Balaton, mint, hogyha úgy nézem, mint tájegység, akkor 5 borrégió tartozik hozzá, ugye a déli partról is beszélünk, illetve Somló is, Zala, meg az északi part tartozik bele, és azért a déli parton van bőven vörösbor, pezsgő is, az északi part az pedig főleg fehérbor, ugye Tihany egy kicsit kivétel, Tihany ott vannak még jellemzően abszolút vörösborok, tehát egy kicsit ilyen minden. Tehát, hogyha Balaton egészét nézem, akkor szerintem egy nagyon komplex. És akkor a rozéval mi történik? Azt mondom, nagy rozéra jó. De tényleg, mert én nagy rozés vagyok. És mik az igazi badacsonyi borfajták? Hát, ami nagyon, nagyon badacsonyi, az abszolút a kéknyelű. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki badacsonyról beszél, akkor az nem. Az a legjó? Hát most figyelj, jobb, az egy nagyon savas, neutrális fajta, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen férfias karakter, tehát biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek az ízlik a legjobban. Férfias, és akkor milyen egy nőies bor? Hát mondjuk a szürke barát, ami egy kicsit igen lágyabb, savú, kerekebb, kellemesebb, tehát az meg mondjuk így, hogy tipikusan inkább egy ilyen... Badacsonyi szürke barát? Igen. Igen, az is van. Ez mondjuk én kipróbálnám, mert így beszélünk róla, de tudod? Jó, tudunk itt tostolni? Tudunk, viszont pont egy olasz rizling, ha már itt így jól megbeszélünk. Az olasz rizling az is egy kicsit ilyen erősebb karakter. Hát igen, tudom, nem mindenkinek van ilyen otthon, de itt lehet. És ez azt jelenti, hogy ez kézbor. Igen. Tehát ez most nem készül, hanem ebben már tároljátok. Így van, ez... És ez nem nagyon savas, mert nagyon savas... Nem nagyon savas. Nem nagyon. Az olasz rizlingnek sincsen olyan veszedelmes sava, és szerintem így elegáns. Nyilván egy szép savgerinc kell egy bornak, hogy azért legyen egy tartása. Igen, igen, én is ezt mondom mindig. Nagyon rendben van, igen. A cselsavarány nagyon rendben van. Kicsit intenzív, de azért nem tolakodó. Az utóíze kissé lomha. De nagyon tetszik. Lőd föl, de figyelj! Szeretnéd, hogy ezt írjuk a hátszünkére? Igen. Flór Tomi a hellásával. Igen. Badacsony titka egyébként maga a természeti elhelyezkedés? Tehát az, hogy nagyon egyedülálló ez a hegy. Nagyon, de ugye nem, a hegy önmagában annyira nem egyedülálló abból a szempontból, hogy ugye ez egy ilyen vulkáni mező volt, és nagyon sok tanúhegy van még, ugye azért is hívják ezeket tanúhegyeknek.
ezek ilyen 4 kötőjel 8 millió évesek, tehát hihetetlen idősek. Pont ezért, mivel ugye ezek ilyen kis vulkáni kúpok, ugye ez a bazalt terroár, ez így megvan, ami egy nagyon domináns és karakteres ízvilágot ad a boroknak, tehát egy nagyon ásványos, sós, minerális jellegük van. Ami azt gondolom, hogy tényleg lehet, hogy valakinek mondjuk már túl erős. Én nyilván ezeket nőttem fel, tehát én ezt nagyon kedvelem, nagyon szeretem ezt az ízvilágot, és azt tetszik benne, hogy tényleg összetéveszhetetlen bármi mással. És hogyha már akarjuk nézni egész Badacsonyt, akkor fel kell menni a fönti borászatba, ez nem borászat, hanem ez egy panorámaterasz. Igen, panorámaterasz. Ennek tényleg van egy ilyen több évtizedes múltja, vagy lehet, hogy több száz éves múltja, hogy Badacsonyba elindulsz a Balaton szintjéről fölfele. És az egy komoly túra, mert meredek a hegy is, de hogy közben folyamatosan kóstolgatsz. Ez egy napos túra, vagy Tomi, hogy megörül? Az messze lesz, várjál, mire fölérünk. Igen, még fel kell mennünk, Tomi, oda tudod. Híred erővel. Én azt gondolom, hogy ez olyan finom, mint minden hegyre is kéne felmenni. Legyen ez. Igen, van a hegynek egy ilyen mágneses vonzó ereje, mert csak azért is, mert a déli partról szerintem annyira szépen látszik, hogy mindenki ugye ide akar jönni, és át akar jönni, és meg akarja mászni a hegyet, tehát nyilván ez benne van. A borkultúra, ez pedig nagyjából 2000 éves. Fiúk, megmásszuk a hegyet? Mászunk. Muszáj megnéznünk azt a panorámaterasz. Mászunk meg azokat a helyeket is odáig. Jó. Tomika, milyen jó kedved, de nem akarsz tölteni? Nem kell vagy... Azért van jó kedved. Te vállalod ezt, hogy... Abszolút, abszolút. És miért pont rozé? Valamiért a rozéba szerettem bele, de szerintem a Laci is. Ja. Rozésok vagytok, ez nagyon gondolom. Igen, hát ahogy a rakpartban is mondjuk, hogy egy rozétolázott szerelmes szó. Meghalni nyáron, csak veled lesz jó. Ahogy öregszik az ember, talán szerintem az italal is így van, hogy akkor már inkább legyen egy picit jobb a bor. Igen, hogy akkor már nem keversz össze mindent. Tehát, ilyen szempontból nem olyan nagy baj, hogy öregszünk, mert kicsit talán igényesebbek vagyunk mindenre. Meg itt nem csak a balatoni borok nagyon jók, hanem ez az egész környezet, nem? Tehát igen, a Badacsonyi rész is hihetetlen szép. Tehát ezért, tényleg itt leülni egy ilyen teraszon, ez már eleve egy élmény. Igen. Határozottan. Oké, és tessék! Jó, itt vagyunk végre a második napon, a Bárhová klipünk forgatásán. Borzasztóan lelkes vagyok, és már nagyon vidáman érkeztünk ide egy vonattal, ugyanis azon is forgattunk, kaptunk egy egész vagont. Nagyon bírjuk eddig ezt a forgit, ott hátul a színészek, a Judit és a Balázs már nagyon készülődnek. Ők egy ilyen kis romantikus párt alkotnak, akik felszállnak az első vonatra, vagy buszra, vagy arra, ami éppen jön, és elmennek oda, ahova az viszi őket. Képezzek el mikor? Az arcán nem képez. Az első vonattal holnap elmegyünk, csak kérdezik, hova szól a jegyünk, majd azt mondjuk, Az én szerepem az tegnap körülbelül olyan 2 óra körül már úgy véget ért, tehát azzal végeztünk. Úgyhogy én most már csak itt nézem, hogy mi történik, és figyelem, hogy olyan lesz a klip, mint amilyet elképzeltünk. Semmit nem látok, de izgi! Eddig azt látom, hogy nem, hogy olyan lett, amilyet elképzeltünk, hanem 100-szor jobb, mert nagyon szépek a képek, a Levi meg a Karcsi is, egyszerűen mindenki nagyon jól dolgozik, úgyhogy meg kell, hogy dicsérjem a stábot, borzasztóan ügyesek. Judit pedig te néz egyik oldalról át a másikra, tessék! A Velheróval most dolgoztam először, eddig még nem volt alkalmunk együtt dolgozni. Készen állunk felvételre, figyelj! Felső test! Nem rossz!
Judit, te azért jössz, próbálsz egyedül, de aztán azért elfogadod a Balázs segítségét, jó? Forog a gép, és tessék! Ugyanez lesz a játék, csak picit közelebb megy a kamera hozzád, Judit. A klip koncepciója igazából az, hogy a dalszöveget kövessük le és illusztráljuk, aminek az ihletét Tominak saját élménye adta. Ő valóban elment egyszer a Balatonra és körbeutazta a barátnőjével, és ő ebből az élményből írta meg ezt a dalt, és mi ezt próbáljuk feldolgozni ennek az emlékeit. Ezért barangolunk itt a Balaton északi partján, különböző szebbnél szebb helyeken, és gyűjtjük a két színészünkkel a szebbnél szebb élményeket. Jó van, köszönöm, költözhetünk. Ez egy elég hosszú előkészítés volt. Kétszer jártunk a Balatonon és kerestük ezeket a helyszíneket. Először interneten kerestünk, és aztán ugye személyesen lejöttünk, amire egyébként csatlakozott hozzánk a zenekar is, tehát Tomi és Diáz is itt voltak, és velük együtt egyeztünk meg, hogy mik azok a helyszínek, amik leginkább átadják azt az érzést, amit ők kerestek, ami leginkább olyan igazán Balaton felvidékes. Nagyon fontos volt, hogy ez a történethez két nagyon hiteles szereplőt találjunk. Ugye itt két fiatal elindul a Balatonra felfedezni a vidéket, és ugye ezt sikerült így megugranunk. Két olyan színészt találtunk, akikről elhisszük, hogy ők elindulnak egy vasárnap reggel, és utána egy hétig a Balatonon barangolnak. Osváth Judit és Medvecki Balázs a két színészünk, és ők ketten egyébként ismerik is egymást, és már játszottak is együtt, sőt együtt tanultak az egyetemen. Látszik is, hogy nagyon jól működik kettő között a kémia, mindenképpen így nagyon jól tudunk és gyorsan tudunk velük haladni. De ez a forgatás azért olyan szempontból is speciális, hogy rengeteg helyszínt kell bebarangolnunk, tehát hogy nekem még ilyenben nem volt lehetőségem részt venni, ahol tényleg így ennyi helyszín van, megyünk ide-oda, és ennek megvan az izgalma, meg ez a svungja. Mi ezzel a klippel, ezekkel a felvételekkel inkább kiegészítjük azt a zenét, amit csináltak a srácok. Tehát a kettő együtt érvényes, a sorozatnál pedig az érvényes, csak mit felveszünk, tehát hang is, meg minden, az egy történet. Ez a kettő, a hanggal, meg a képpel együtt lesz egy sztori. Jaj, milyen jó lenne most a ti 40 fokban, ugye? Én nagyon szeretem a kihívásokat, amikor nem feltétlen van meg színészileg a komfortérzet, például amikor most hajnalban volt lehetőségünk a Balatonban fürdőzni egész sokáig, és nem feltétlen volt jó idő, és ráadásul én ebben a ruhában fürdőztem. Úgyhogy én szeretem az ilyeneket, meg ott valahogy az ember úgy nem is figyel arra feltétlen, hogy mit csinál, csak amit a helyzet ad, és ettől olyan természetes tud lenni egy felvétel, és ezt nagyon kedvelem. 3, 2, 1, és... Jöttél hamarabb, gyere játszunk ki a szabadabb. Újra mesztelen a part, és az nyer, aki beszalad. Messzire a tóba, oda, ahol már nem látnak. Hívjuk a világot a hálószobánknak. Jó itt állat, én veled vagyok jobban. Ahol átfol a lábad, az otthon ott van. Az első vonat, ahonnan elmegyünk, csak kérdezik, hova szól a jegyünk, majd azt mondjuk, hogy bárhová, bárhová. Az első vonattal holnap elmegyünk, csak kérdezik, hova szól a jegyünk, majd azt mondjuk, hogy kanyargós egy vidéki utak, mint az árnyék.
hosszúra nőnek, a szerpentin, a szőnyegázott fű illatú völgyek. Az ablak mögött két bolond, az se tudja miért van ott, de mindennek örülnek, én így képzelem a holnapot. Fejben már ott vagyok veled, mindent ott hagyok, lehet a régi lakásom, minden hülye szokásom. Keressünk egy új helyet, adjunk egymásnak új nevet a végállomáson. És ha mindig csak pont egy éjszakára maradunk, az pont egy nap az örökké a vára. És tihanyba, ha felnéz majd, mindenki látja, ahogy felrakom a szerelmünk a legmagasabb fára. Az első vonattal holnap elmegyünk, csak kérdezik, hova szól a jegyünk, majd azt mondjuk, hogy első vonattal holnap elmegyünk, csak kérdezik, hova szól a jegyünk, majd azt mondjuk, hogy veled ott otthon leszünk.